A magyar tőzsde közel van. A parketten hazai cégek magyarul beszélő papírjai várják, hogy megszólítsd őket. Légy szinkronban befektetéseiddel. Színes, széles vásznú magyarul beszélő tőzsde blokk a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT. Keresd a hazait, keresd a hazaival. Tunkli Dániel a telefon túlsó végén a Concord Értékpapír ZRT elemzője. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Na, hát mondhatjuk, hogy meglepte a Telekom az elemzőket? Várakozásokat? Abszolút mondhatjuk. Jobb lett az eredmény, mint amit a konszenzus várt, úgyhogy ezt mindenféleképpen mondhatjuk. Na, melyik soron? Vagy mindegyiken, vagy alapvetően jobb a kép? Szerintem alapvetően jobb a kép, és mindegyik soron megverték az elemzőket. Nyilván ebből az üzemi eredmény az, ami a legszignifikánsabb, a legfontosabb, egy 12%-os évperév növekedést láthattunk, ez azért a Telekomtól egy szokatlanul erős negyedév, de nyilván azt is azért hangsúlyozni kell, hogy vannak egyedi hatások, amik ebben a negyedévben. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ezek, tehát volt-e valami olyan saját egyedi sztori, ami meglökte ennyire a... Több kisebb történet volt egy kis ingatlan eladás, az ugyebár mostanában mindig szokott lenni, volt a mobil szegmensben a jó fogyasztás, tehát hogy sokan vásároltak eszközöket, új telefonokat, nagyon pörgött a data, egyre többet netezünk, úgyhogy ezek mind nagyon jó hatások. Nyilván azért azt viszont nem kell gondolni, hogy ez minden negyedében innentől kezdve így lesz. Aha, világos. Valamiféle összefüggést lehetett találni a roamingdíjak megszűnése között, és esetleg, nem tudom, a beszélgetés időtartamának a növekedése, vagy valami ilyesmi, mert ugye az ott kérdés volt, hogy hogyan fogják kompenzálni azt a bevételt. Igen, ez szerintem nagyon érdekes volt ebben a negyed évben, hogy az látszódott, hogy a roamingdíjaknak a negatív hatását kompenzálta a visitor data használata, tehát az, aki ide jött igazából, úgyhogy most ez inkább egy ilyen plusz nullás negyedév volt, amennyire én láttam ilyen tekintetben. Nyilván ez megint még egyszer a következő negyedében már lehet teljesen más lesz. Persze. Az egy téli negyedév. Aha. Összességében mennyiben befolyásolja ez a jó eredmény az éves várakozást? Szerintem alapvetően sokaknak igen. Az én esetemben egy kicsit kevésbé, mert én még mindig a Telekom guidance-ének, tehát a management várakozásánál nagyobb eredményt várok, úgyhogy az én előjelzésemet, igen, én mindig egy kicsit optimista vagyok, mert úgy gondolom, hogy a Telekom vezetése meg túl konzervatív sok esetben, ami nagyon helyes, csak hát így lehet megvenni a guidance-t. A másik meg, hogy amiben én egy kicsit bolyulátóbb vagyok, hogy a beruházások növekedése az elkövetkezendő egy-két évben nagyon szignifikáns tud lenni. Ugyebár lesz itt egy 700 MHz-es tender, itt azért nagyon sok pénz felhasználása kerülhet. Ez nyilván kihathat egyrészt az osztalékra, másrészt az eladósodottsággal, úgyhogy ilyen tekintetben értem, hogy a Telekom menedzsmentje miért ilyen konzervatív. Aha, akkor ezek szerint célármódosítást nem igényel a dolog, legalábbis nálad, az most mennyi egyébként? Nekem most 535 a célárom, ez igazándiból egy technikai átállás miatt változott most, de strukturálisan nem számít szignifikáns változásnak most. Osztalékban változást hozhat-e esetleg ez a... Hát én attól tartok, hogy amíg ez a tender le nem zárul, addig ez a 25 forint, ez makacsul megmarad. Ez nyilván egy ilyen felkészülés is arra, hogy ne legyen az, ami 2014-ben, vagy hirtelen nagyon megugrik az adósság, és nulla osztalék. Lehet, hogy az egyébként tényleg jobb, hogyha folyamatosan egy konstans osztalék valami kiszámítható, de azt tartható, mint hogyha egyik pillanatban semmi. Ugye olyan, hogy 480 forint körül jelenleg jár. Hát igen, de hogyha mondjuk felmenne most ez 530 össze, akkor meg kevésbé lenne jó. Jó. De tény, hogy nem rossz osztalék papír most a Telekom. Világos. Oké, Dani, köszönjük szépen a hátteret, jó munkát és szép napot neked. Nektek is, sziasztok. Szia. Tunkli Dániellel, a Concord Értékpapír ZRT elemzőjével beszélgettünk a Telekom gyors jelentésről.
Használd ki a hazai piac adta lehetőségeket. Kereskedj itthoni blue chipekkel, vagy akár a kisebb kapitalizációjú cégek részvényeivel. A robot támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT, mert semmi sem jobb, mint a hazai.